Több százan gyűltek össze Bonyhádon augusztus 2. szombatjának délutánján, hogy a 33. bukovinai találkozások nemzetközi folklórfesztivál felvonulásán vegyenek részt. Ilyenkor az a szokás, hogy helyi, hazai, külhoni és külföldi hagyományőrzők viseletben énekelve és táncolva vonulnak el egészen a helyi művelődési házig. Azon szerencsések egyike vagyok, akik 33 évvel ezelőtt is már részese lehetett ezeknek a fesztiválok egyikének, másikának, külföldön is és Magyarországon is, és azt hiszem, hogy ez az évben egy biztos pont minden székely és nem székely számára itt Bonyhádon és Bonyhád környékén, hiszen szerintem a bukovinai találkozások nemzetközi folklórfesztivál egyedülálló abban az értelemben, hogy itt lengyelek, ukránok, románok és külhoni magyar székely csoportok együtt szerepelhetnek a Bonyhád és környéki Bács-Kiskun megyei, hertelendi falvi, székelykevei, tehát az aldunai, illetve a dél-erdélyi székely együttesekkel, hogy egy színpadon több napon keresztül együtt tudnak lenni. Ez egy biztos pont, egy megerősítés, hogy évről évre figyelemmel tudjuk kísérni egymás szakmai munkáját, magánéletét, hiszen itt baráti kapcsolatokról, családi, rokoni kapcsolatokról van szó, amelyek összefűzik ezt a közösséget, és azt hiszem, hogy ez már az életünknek a része. Évről évre azt veszem észre, hogy más-más megvilágításba kerülnek a produkciók, függ ez a politikai helyzettől és mindazoktól, amit átéltünk az elmúlt időszakban, tehát mindig van mit tanulni és mindig van mit kiértékelni az előző évből. Idén a tömeget az erdélyi Madé falváról érkezett ifjúsági fúvószenekar tagjai vezették fel. A vonulók között még olyan kis számú székely közösséggel rendelkező településekről érkezők is részt vettek, mint a szerbiai Hertelendi falva. Hertelendi falváról érkeztünk, tehát Szerbiából, egy tancsoportval, 10 fős tancsoportunk, igazából ezek a gyerekek kiskoruktól táncolnak, és valamelyikük először van itt, valaki már járt erre. Most ez egy új tancsoport alakult, a többiek, és gondolom részt vesznek a kultúréletbe. Hát mondjuk rá, hogy hát nem tudom, lehet, hogy a százat mondok, akkor nem mondok se sokat, se kicsit. Igazából nem mind örökké aktívak, de amikor valami rendezvény van, akkor mindenki oda tartsa a hátat. A hertelendi csoport tagjai nem most először érkeztek Bonyhádra. Ők korábban is rendszeres résztvevői voltak a Nemzetközi Folklórfesztivál völgységi állomásainak. Nagyon jól érezzük magunkat, igazából mi már régóta járunk, hát biztos, hogy egy 15 éve. Na most egy 5 éve kimaradtunk, úgyhogy akkor most megint jó itt együtt lenni. Hogy a szurokra bassza meg, s a babája csókolja meg. Hogy a szurokra bassza meg, s a babája csókolja meg. Tarka barka rokolyámnak elszakadt a ránca, lengesd uram a gyermeket, hadd menjek a táncba. Bonyhádon hagyomány, hogy a felvonulók útközben tánccal szórakoztatják az őket csodáló közönséget. Idén sem volt ez másként. A felvonulók között Tolna és Baranya mellett a bácskai székelység is képviseltette magát. Garáról érkezett például az egyik legfiatalabb táncosokból álló csoport. Mi Garáról érkeztünk. A Garai Ifjúsági Táncsoport vagyunk, a Garai Székelykör Egyesület által. Azt már a 33. bukovin találkozásokat rendezhetjük meg itt. Több éve résztvevők vagyunk. Azt a bukovin... Hát 11 párral érkeztünk ma, úgyhogy elég szép létszámban. Kicsik, nagyok is itt vagyunk. Jövő héten rendezzük meg a
az elmúlt évek hagyománya szíven a népművészeti tábort. Úgyhogy hétfőtől péntekig várunk mindenkit szeretettel, nálunk kicsik-nagyok. A bonyhárdi bukovinai találkozásokat több mint 30 évvel ezelőtt rendezték meg először, azóta pedig a Kárpát-medence egyik legjelentősebb hagyományőrző rendezvénysorozatává nőtte ki magát. A fellépő csoportok határon innen és túlról is szép számmal érkeztek idén a Völgység fővárosába. Az idén 27 csoport vesz részt, ugye külhoni csoportok is jöttek, a külföldi csoportok is, az Aldunáról jött 3 csoport, illetve a Erdély részről jött 4 csoport, és hát ugye a lengyelek meg a román csoport jött két-két csoporttal, az ukránok ugyan sajnos nem jöttek, úgyhogy végül is hála jó Istennek sokan vagyunk. A felvonulásra a fesztivál második napján került sor, addigra már a megnyitott követő gála műsoron túl voltak a szervezők és a résztvevők. Én úgy gondolom, hogy nagyon sikeres volt, kicsit féltem, hogy kevesen leszünk, de aztán megtelt a színházterem, és talán egy kicsit kötetlenebb volt, mert amikor az ember úgy igyekszik mindent megtenni, aztán mégse úgy sikerül, de most kicsit lazábbra vettük a dolgot, aztán én szerintem, hát jó, hát az ember mindig legalább saját magával legyen elfogult, de én úgy gondolom, hogy jó hangulata volt, jól sikerült a programok is, és jól érezték magukat a csoportok is. A bukovinai találkozások 2022-es felvonulása tehát igazán sikeresnek mondható. A szervezők ennek kapcsán úgy fogalmaztak, ahogy mondani szokás, egy év múlva ugyanitt, ugyanekkor.